Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb összegzős videó lesz, mégpedig a szeptemberi összegzésem előtte, vagy most már így azért lement egy hónap, tehát ugye lement a szeptember, szóval nagyjából látom, hogy van időm videózni, meg olvasni, úgyhogy valószínűleg tartani fogom ezt a tempót, hogy heti egy videó, tehát az, hogy heti kettő, az kizártnak tartom, hogy ezt mostanában itt tartani fogom tudni. Próbálom a heti egyet, az se fog mindig összejönni, mint most is ki fog maradni egy hét. Mármint, hogy ez a videó. Csak azután lesz kirakva, hogy kimaradt egy hét, mert nagyon nincsen most kapacitásom. Olvasni sincs kedvem, videót sincs nagyon felvenni kedvem, úgy semmit sincs nagyon csinálni kedvem, többféle okból, mindegy, szóval... Most nagyon demotivált vagyok minden téren, ezért igyekszem. Van néhány ötletem, majd próbálgatom őket fölvenni, meg kitenni így időben, mondjuk, szóval ezt a péntek körüli kitételt, azt körülbelül megpróbálom tartani, ha sikerül, de nem ígérek semmit, szóval. Úgyhogy térjünk át nagyon gyorsan arra pár könyvre, amit szeptemberben sikerült kiolvasnom. Ám mert előbb-utóbb így valahogy a szakirodalom is bele fog keveredni ezekbe az összegzős videóim, mert ugye azt is kell olvastam, csak az körülbelül így a fél év alatt kell végigolvasnom, úgyhogy nem fogok annyira nagyon belehúzni, hogy így elolvassam előre, mert még nem tanultuk azt a részt, szóval tök felesleges előre elolvasnom. Úgyhogy most egy előre csak három könyvről fogok beszélni. Az egyik, amit amúgy így a harmadik összegzős videómba teszek bele, Fábián Jankát, az utolsó boszorkány lánya. Ezt júliusban kezdtem el olvasni. És most végre szeptember elején befejeztem. Úgyhogy nagyon örültem neki, egyébként nem volt rossz könyv, tehát én ezt nem tudom már elmondani, hogy rossz könyv volt, meg viszonylag érdekelt is a témája, mert amikor olvastam ennek az első két részét, mert ez egy három részes sorozat, akkor az első két rész az egyébként tök jó volt, csak az a probléma, hogy ez a második közepén játszódik, tehát hogy ebből a szempontból nem valami praktikusan lettek összerakva a könyvek. Értem a szerkesztési módot bizonyos szempontból, mert hogy ugye ebben Felicia lányát követjük, és a másik két részben meg jobban Feliciát, de így nagyon rossz volt, hogy tudtam már igazából, mi lesz a végkimenetele a könyv, meg mi fog kb. Benne történni, és így nem nagyon tudott érdekelni, azért nem tudtam vele annyira haladni. De kivégeztem, úgyhogy csak két és fél hónap kellett hozzá körülbelül. A második könyv, amit kiolvastam, az egy Rick Riordan kiegészítő kötet volt, valamelyik Rick Riordanos videóban beszéltem arról, hogy van ez, meg ezen kívül egy másik, na most azokat is beszereztem, mert azok akkor még nem voltak meg, és ezt már ki is olvastam. Ez a Kane Chronicles egy kiegészítő kötet, vannak benne kis történetek, ilyen magyarázatok istenekről, ilyen-olyan dolgokról. Nagyon rövidke, meg gyorsan ki lehetett olvasni, és hát ugye Rick Riordan könyveket gyűjtök, szóval egyértelmű, hogy ezt így beszereztem, meg elolvastam, meg tetszett, meg ilyenek, szóval igen. Ez volt a második könyv, nagyon vastag. És a harmadik könyv, amit körülbelül augusztusban kellett volna kiolvasnom, csak most ugye összecsúsztak a könyvek, meg nem meg minden. Nem jött össze, hogy augusztusban kiolvassam, mert amikor augusztus elején kaptam meg, az Szabó Tamástól a Holdvíz, amit az író közreműködésével kaptam meg, amit ezúton is köszönök, és most arra sikerült kiolvasnom, mikor felveszem ezt a videót, ahhoz képest egy nappal korábban, tehát hogy ezt így a videófelvételhez képest tegnap fejeztem be végre. Ennek a könyvnek a története így nagyjából az, hogy van egy testvérpár. Előtte igazából Zolit követjük végig, megtudja, hogy meghalt az apja, és a hagyatéki tárgyaláson kiderül, hogy van egy másik élő örökös, mégpedig Noémi, aki a testvére. És hát ugye kiderül, hogy ők testvérek, és kiderül a családi viszony, hogy igazából ők miért lettek elválasztva, és ilyen-olyan dolgok. És hát a kettők nagyon különböznek, de igazából... És próbálok nem spoilerezni, tehát hogy ez itt így elég
nehéz, így próbálom ugye a fülszövegnél maradni, de valószínűleg nem fog annyira menni, nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy ők így egymásra találnak, és végül is a kettejük kapcsolatáról, szóval kettejükről szól végül is a könyv, főként Zoliról, mert őt követjük végig. Ez alapjába véve egyébként egy érdekes könyv volt, érdekes témákat vetett fel, a főcselekmény a 90-es években játszódik, szóval így én nem pont az a korosztály vagyok, aki annyira nagyon rá tud asszociálni a dolgokra, tekintve, hogy 2000-ben születtem, szóval az már nem 90-es évek. Azért így nagyjából felismergettem a dolgokat, de ez most ez... Később születtem ahhoz, hogy én ebbe a környezetbe konkrétan bele tudjam képzelni magam. És hát nagyon sok bonyolult esemény történik a cselekmény folyamán, ami igazából viszi előre az olvasó figyelmét, mert megvan elég érdekesen ahhoz írva, hogy tényleg vezesse az olvasó figyelmét, és így benned legyen, hogy akar tovább olvasni. Az most egy másik dolog, hogy nekem ez most nagyon nem ment így az egyetem meg minden mellett. Én nagyon nehezen tudtam haladni ezzel a könyvvel, mert igazából úgy egyáltalán olvasni nagyon nincs most kedvem élni, meg ilyenek, úgyhogy most így azért is tartott ilyen nagyon sokáig, hogy ezt kiolvassam. Nem tudom pontosan szerintem ez egy idén megjelent könyv. A Maxim kiadó adta ki, de tényleg nem látok benne évszámot, ami érdekes. Na, mindegy. És egyébként tényleg abszolút érdekes témákat vet fel, érdekesen van megírva. Én mondjuk személy szerint így a nagyobb csavarokat így nem azt mondom, hogy láttam előre, de így sejtettem, hogy körülbelül az fog történni, ami, mert így még így láttam, hogy körülbelül mennyi van vissza a könyvből, és így gondoltam, hogy akkor még ez ki fog derülni, meg így az elején is az első fő fejbe kólintás így a két testvér életében, az is olyan volt, hogy így mondtam, hogy ez szerintem akkor itt valami ki fog derülni. És azt még ide csatolnám, hogy egyébként szerintem én nem, abszolút nem az a korosztály voltam, meg abszolút nem az az érdeklődés körű ember, akinek totálisan ez a könyv való, vagy hogy így, hogy én nagyon más kaliberű könyveket szoktam olvasni. Szóval ez is hozzájárultott ahhoz, hogy nehezebben ment az, hogy végig rágjam rajta magam. De egyébként mielőtt még én ezt elolvastam volna, apám is elolvasta, neki meg tetszett. És általában úgy vagyunk, hogy ami apának nagyon tetszik, az nekem kevésbé, ami meg nekem nagyon tetszik, az neki kevésbé. Tehát, hogy erre tipikus példa a Percy Jackson. Ő ezt elolvasta, úgy volt, hogy aha, nem volt rossz, én meg így néztem rá, hogy te az a kedvenc könyvem. Na, mindegy, szóval, hogy apának tetszett. Tehát, hogy erős gyanúm, hogy én nem az a korosztály vagyok, akinek ezek a könyvek valók, vagy ez a típusú könyv. De egyébként néztem olyan is értékeléseket, és így abszolút meg tudom érteni, hogy másoknak miért tetszett sokkal jobban, mint nekem. Hát ez a három könyv volt, amit ki sikerült olvasnom szeptemberben. Kommentben pedig szokásosan írjátok meg, hogy ti milyen könyveket végeztetek ki ebben a hónapban. Remélem, a következő hónapom jobb lesz. Nem hiszem, nem lesz jobb. Ja, még ezt el akartam mondani. Egyébként körülbelül 300 feliratkozóra van a csatorna a 3000 feliratkozótól, ami elég elképesztő, mert valahol egy éve lett meg az 1000. Tehát, hogy így wow, köszi! És nővéremmel beszéltük, vagy hát Emmával beszéltük, hogy volt ez a videónk nemrég, a közös videónk, ami úgy eléggé tetszett nektek, és azt mondta, hogy ha elérjük a 3000 feliratkozót, akkor még egyszer beszáll egy videóba. Úgyhogy ha szeretnétek még egyszer látni, akkor el kell érni a 3000 feliratkozót. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!